Hánci vagyok, és a mai sztárvendégem Harnóczy Csabáné Márti, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és beszélgethetünk most. Az lenne az első kérdésem, hogy te voltál az első színházigazgatója a Komlói Színháznak, és ez milyen volt annó a színház? 1982-ben történt, azért ez elég régen volt, hát egészen más volt a helyzet mindenféleképpen, és az határozta meg elsősorban a színháznak a sikerét, hogy ez volt az első csak színház Komló, mert előtte is voltak színházi előadások a Zrínyiben, de hát ez kimondottan színháznak épült, színháznak és hangversenyteremnek. Nagyon szép volt, új volt, és nagyon nagy sikere volt. Az előadásoknak hosszú éveken keresztül teltházakkal játszottuk a különféle darabokat, és egész Magyarország kőszínházaiból tudtunk előadásokat meghívni. Aki befért, az mindenki elfogadta a meghívást. Azt a mindenit. Szóval, ha jól értem, akkor az összes neves színház megfordult itt Komlón. Vígszínház nem, mert a Vígszínháznak nem volt olyan darabja, ami befért volna, és azt hiszem, hogy a Katona sem. Viszont a Nemzeti Színház volt. Agárdi Gábor, Sinkovics Imre, az Advent a Hargittán például, azt itt játszották annak idején. Kaposvár rendszeresen, Pécs rendszeresen, a Veszprémi Színház rendszeresen, Kecskemét, most írtam más, több nem üdeszem. Wow, de már ez is rengeteg színház, és rengeteg ember. Tehát a pestiek közül több. Igen. Több. Igen. És a plakátfal, ami a színházban megtalálható a színfalak mögött, azt is te találtad ki, és hogy jött ez az ötlet? Mert most már ez a plakátfal a Komlói Értéktár része is, és igen, tényleg bárki oda megy, így elámul, és elbámul, hogy wow, és ez hogy született. Annak idején lehet, hogy ezt a főnökeinktől is láttam, Pál Lajos is alapvetően olyan volt, hogy szerette dokumentálni, megőrizni a régi dolgokat. Úgy indultunk, hogy volt emlékkönyvünk, tehát szép bekötött emlékkönyvünk, minden előadás után aláírattuk a színészekkel, rendezővel, aki éppen ott volt, és hát láttad a színházban ezek a plakátokat, nem csak felírták számítógéppel, hogy ki játsza, hol játszák, stb. Ezek megtervezett plakátok voltak képzőművészek által, és sajnáltuk kidobni a maradékot, és akkor eszünkbe jutott, hogy mi lenne, ha kitennénk a falra. És akkor mindenféle próbálkozás volt, hogy először csak kitűztük, stb. És akkor rájöttünk, hogy de hát ez nem baj, hogyha itt marad, és akkor kezdtük kitapétázni bele, úgyhogy a folyosókat, hát most már nem is fél, azt hiszem, nem, nagyon hát tele van. És ugyanígy megvan a, csináltuk a dokumentációt minden újságból, amivel Komlói Színházzal kapcsolatos cikk megjelent, azt is kivágtuk, azt is összegyűjtöttük, úgyhogy ha valaki egyszer már kedvet kap arra, hogy megírja a színház történetét, akkor bőven fog találni anyagot. Wow, ez hihetetlen. Ön az egyik alapító tagja a Súgójuknak, és rengeteg darabot rendezett, ha jól tudom, meg írt is. És hogy ez hogy alakult ki? Ajjaj, de nehéz kérdés. Tulajdonképpen a városnak mindig igénye volt arra, hogyha valamilyen ünnepség, ünnepély, valamilyen évforduló van a városban, azt valamilyen műsor kísérje.
amikor a színházat átadták, akkor nyilvánvaló volt, hogy ezek az ünnepségek a színházba kerültek, és akkoriban már foglalkoztam azzal, hogy szerkesszek mindenféle műsorokat. Még VMK stúdió volt, azt hiszem az első, amiben összefogtam a régi bányászínpadosok közül azokat, akik hajlandók voltak szerepelni, meg hát fiatalokat is, és ezekből csináltunk különféle műsorokat. Aztán nem is tudom, hogy miért, de abba maradt ez a dolog, és 96-ban a Korbó Istvánnal egyszer arról beszéltünk, hogy milyen kár, hogy nincsenek irodalmi műsorok. És ő neki nagy kedvence volt a Ladányi Mihály, és ott egyből elmondott ő az utcán három Ladányi Mihály verset, mondtam, oké, rendben van, akkor szerkesztünk egy műsort, és tulajdonképpen ebből az ötletből alakult meg az első ilyen előadásunk, a Vannak, akik még szeretnek, ez volt a címe. Utána még kettő, és nagyon sok ember mondta, hogy olyan szívesen jönne ő is, de hát ő verset azért nem annyira szeretne mondani, stb. Mi egymás. És akkor kitaláltam, hogy próbáljunk megcsinálni valamilyen darabot. És akkor elkészült az első darabunk, a Lilla Villa, amiről sajnos nincs felvétel, pedig fergetegesre sikerült szerintem, és sajnos vannak már olyanok, akik nem is élnek közülük, és jó lett volna megörökíteni őket. És a Lilla Villa után azt mondtuk, hogy alakuljunk valamilyen társulattá, és akkor így jött az, hogy legyen Súgójuk. És én híres névadó vagyok, a Súgójukat én találtam ki, mint ahogy a Pöndőjt is a Pöndőjnek. Wow. És akkor így lett a, sőt a, segítsetek a fiú kórust, a Himsingerst is én találtam ki, igen. Tehát, és akkor létrejött a Súgójuk, rettentesen sokan voltunk, 30 fölötti létszámmal, és szerintem nagyon-nagyon jó csapat volt. Nem mindenki szerepelt mindig minden előadásban, de voltak olyan előadások, amikor mindig, és mindenki szerepelt. Nagyon szerettük egymást, és nagyon sok közös programot is szerveztünk színházon kívül. Voltunk például Erdélyben is, ott az utolsó előtti Mosoly című darabot mutattuk be. Hát ez is egy irodalmi összeállítós állítás volt. Molnár Zoltán nagyon fiatalon meghalt, és megjelent egy verses kötete, nagyon jó verseket írt, és az ő verseiből Ágotai Zoli táncaival ötvözve csináltunk egy irodalmi műsort, és ott is bemutattuk, sőt, még ott is volt egy tévériport is velünk, úgyhogy aztán ment tovább. Wow. És ez tényleg, ez egy nagyon jó történet. Ez most így levett a lábamról. Ugyan törzsgyökeres, komlói. És sosem gondoltál, hogy a tanulmányain kívül elmenjen egy másik színházba, hogy úgy hozta a sors, hogy itt maradt Komlón, hogy nem ment másik színház a másik igazgatónak, hanem itt maradt végül. Hát alapvetően az a probléma, hogy én annyira törzsgyökeres vagyok, hogy olyan mélyek a gyökereim, hogy ezeket nem lehet kiszakítani. Tehát amikor főiskolás voltam, akkor 3 évig laktam Pécsett, mert közben férjhez mentem, és a férjem, mert ott volt egy kicsi lakásunk is, és addig rágtam a fülét, és addig könyörögtem neki, hogy költözünk vissza Komlóra, még beadta a derekát, csak azt mondta, hogy nem eséljem el senkinek, hogy én egy pécsi lakást egy komlóira cseréltünk. Egyszerűen nem tudtam meglenni máshol, csak itt, és
azóta is ezt érzem, hogy én csak itt tudok élni. Az azért fantasztikus dolog, én egy ilyen típus vagyok, vannak más emberek, nagyon szeretek, nagyon szerettem, nagyon sok felé jártam a világban, sok mindent láttam, de az valami fantasztikus, hogy az ember megy az utcán, és találkozik öt ember, ebből hármat ismer. Vagy bemegy egy boltba, és úgy köszönnek rá, hogy szavasz, vagy szia, vagy jó napot, vagy valami, mert tudják, hogy kicsoda. Szóval egészen más világ. Én szeretem ezeket a közösségeket, a nagy családot, a nagy munkai közösséget. Én ebben érzem jól magam. Nagyon szépen köszönöm. Mi folytatjuk a beszélgetést, de azt majd a második részben megnézhetitek. Úgyhogy mi most egy pici szünetet tartunk, és majd folytatjuk. Sziasztok!